szivattyú lapátján állít a békési, Varga hosszai telepen Szekeres Sándor gépész. A munkások a csatornából szedik ki a rendszer működését zavaró növényeket, más tárgyakat. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság területén pénteken még mindig 22 szivattyú telep üzemelt. A 10-ből 5 szakaszon első vagy másodfokú készültségi fokozat mellett zajlik a védekezés. A vízzel elöntött terület nagysága ugyan egyáltalán nem számít kimagaslónak, hiszen 1800 hektárnál korábban már jóval magasabb értékeket is regisztráltak. Azonban a folyók vízállása nem teszi lehetővé, hogy a belvíz lefolyjon a Körösbe. Az elmúlt 5 nap alatt nem kevesebb, mint 2.600.000 liter vizet emeltek át a folyókba. A szombattól megjelenő fagy tovább lassítja, vagy éppen teljesen meg is állíthatja a belvíz összegyűlését. Pénteken a Fekete-Körös antiszakaszát leszámítva a térség összes folyóján emelkedett a vízszint. Ennek ellenére sehol sem kellett készültséget elrendelni. A kora délutáni órákban mindenhol megszűnt a készültség. Az előrejelzések szerint szombat reggelig ugyan várható 7 mm csapadék, ez azonban Érdemben nem befolyásolja a helyzetet. A folyók vízgyűjtő területén a csapadék hóként jelentkezik, így amíg ott be nem indul az olvadás, nem kell újabb árhullámokra számítani.